A héten a csütörtöki podcastban egy izgalmas vita várható civilizációnk válságáról. Tényleg 20 év múlva vége a jólétünknek és a féktelen növekedésnek? A vegyész légkörkutatónak ez a meggyőződése. Én kimondom azt, amit sokan ismernek, és nagyon kevesen mernek. Mert általában udvariaskodni szoktunk, és általában illúziókat szeretünk táplálni, főleg a jövőt illetően. És miért van ez így egyébként? Ha tényleg ennyire reményvesztett és vészjósló a helyzet, akkor mi a helye az udvariaskodásnak? Hát, talán azért, mert ugye a gazdaság is, meg a politika mindig rövid távú érdekeken alapul, ami azt jelenti, hogy nem érdeke az, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek tényleg az emberiség jövőjét, középtávú jövőjét, vagy hosszú távú jövőjét érintik. Ezzel nem lehet választást nyerni, hogy hát sokkal rosszabb lesz. Az ökológiai közgazdaságtan kutatója egészen másképp látja. Ő úgy jelenik meg, mint a tudomány képviselője, és olyanokat mond, hogy ez az igazság, ez így működik, ezt sokan ezt mondják, és ez a helyzet, ez a tudományos álláspont. És ugye, ha valaki ezt elolvassa laikusként, akkor azt mondja, hogy hát akkor kalapkabát. Tehát, hogy akkor ennek a dolognak nem sokára vége, és ebből mindjárt el is juthat arra a következtetésre, hogy akkor carpe diem, próbáljuk a maradék néhány évet kielvezni, vagy eljuthat oda, hogy akkor depressziós kell, hogy legyek, mert ebből a helyzetből nincsen kiút. Összeültetjük őket egy vitára. Az éghajlatváltozás az olyan értelemben megállíthatatlan, hogy azokat a folyamatokat, amelyeket elszabadítottunk, azokra már nem tudunk hatással lenni. Tehát úgy, nem mint? Hát úgy, mint mondjuk az örökké fagyott talajnak a felolvadása, ez olyan, mint amikor otthon kiolvad a hűtőláda, mert áramszünet van, akkor ott már menthetetlenül megbüdösödik a hús, és egy idő után az bomlani fog, és ez megtörtént már az éjszakon, már csak időkérdés, hogy azok a gázok, amelyek abból a kiolvadt szerves anyagból mikor fognak a levegőbe kerülni. Ugyanúgy nincs kontroll a jég olvadása fölött, ha valahol elindul egy grönlandi gletszer, azt nem fogjuk kiékelni cölöpökkel, meg kötelekkel visszatartani, hanem az bele fog olvadni a tengerbe, ez elkerülhetetlen. Ez a dihotóm gondolkodás, ez a vagy végzetes, vagy nem végzetes, ez szerintem nem szerencsés. Itt arról van szó, hogy mennyire lesz durva a változás, és itt mindig lehet még rosszabb. Van egy csomó bizonytalanság, valóban vannak bizonytalanságok, de azt nem állítja ma a tudomány, hogy egész biztosan tovább fog emiatt melegedni a Föld, azért, mert van egy csomó másik feedback is. Tehát például, hogyha mi most leállítjuk a kibocsátásokat, akkor a légköri széndioxid koncentráció az nem marad konstans, nem marad állandó, mert továbbra is lesznek olyan nyelők, mint például az óceán, amik nyelnek széndioxidot a levegőből. Tehát ez egy másik feedback, ez pont segít minket. Ez a szakmám, tehát én ezeket a visszacsatolásokat pontosan tudom, de hát ezek azért annál bonyolultabbak, mert ha például melegszik az óceán, akkor kevesebb széndioxidot tud megtartani, vagy egy ökológiai rendszer, ha összeomlik, vagy az állapota romlik, akkor például több szenet bocsát a levegőbe. Ha ugyanúgy ezek az északi területen levő erdőknek az égése, egyre gyakoribb égése, az egy jelentős visszacsatolás, ami szintén a szén növekedéséhez vezet. Igen, csak hogy ez már egy hitkérdés. Tehát ez már egy olyan dolog, amire nincs egyértelmű válasza a tudománynak, hogy mi lesz. Valóban nagyon sokféle visszacsatolás van. A mostani mainstream az inkább mondja azt, hogy ha leállítjuk a kibocsátásokat, akkor várhatóan a felmelegedés is meg fog állni, de azt teljesen egyértelműen oda teszi mellé megjegyzésként, hogy de nagyok azért ezzel kapcsolatban a bizonytalanságok, és ezért szerintem az nagyon fontos, hogy ezt ne egy ilyen tudományos kinyilatkoztatásként mondjuk, hogy igen, itt már nincs, nem lehet semmit se tenni, hanem pontosan azt érdemes szerintem hangsúlyozni, hogy itt van egy csomó bizonytalanság, ami miatt az a stratégia a legbiztonságosabb, amiben nagy ütemben csökkentjük a kibocsátásokat, mert pont ezeknek a bizonytalanságoknak a negatív hatásait várható értékben ezzel tudjuk csökkenteni.